Na emberek, hello! Azt hiszitek, hogy az Exodus vége rossz volt? Akkor most belekezdünk a Léviták könyvébe. Meg fogjátok ti még ezt szívni? Szólította Mózest, és beszélt vele az Úr a gyülekezet sátorából, mondván, szólj az Izrael fiainak, és mondd meg nékik, ha valaki közületek áldozni akar az Úrnak, barmokból tudok és tyúfélékből áldozatok, ha tulokféléből áldozik egészen érdő áldozattal, himmel és éppel áldozik, a gyülekezet sátorának ajtajához vigye azt, hogy kedvessé legyen az Úr előtt, és tegye kezét az égő áldozat fejére, hogy kedves legyen ő érette, hogy engesztelést szeretzen az ő számára. Egyébként de az egyik oka az lehet, hogy a hímállatokat áldozzák fel. Nyilván átlag ember manapság ilyeneket nem tud. A hímállatok húsának, legalábbis ha nincsen idejében kiherélve, ez van, büdös a húsa. Tehát elkészíteni, hiába készíted el, az embernek nem lesz kedve megenni, mert büdös. Ezért a fedeztető állatokon kívül, hát a haszon állatok a hímjeit, azt ki szokták kerélni. Illetve a ház körüli, hát ilyen macskákat, azt meg ugye nem azért, mert megesszük, mert a közepkörben egyébként megették egy Európában is. A kutyákra is külön törvényt kellett hozni, hogy ne egye be már a nép. A macskáknál ugye azért, hogy ne szaporodjanak el, mert különben ritka szörnyű, hogy hogyan kezelték a macska szaporulatot nem is olyan régen, illetve a vidéken, hát jó, hát most mit mondjak, eltették befődbe. Úgy írhatnám le a folyamatot. A kutyáknál meg ugye általában a kutyák azok nevelhetők, a hímekre általában nincs szükség arra, hogy legyenek erélve, de ott is szokták, főleg hogyha egy városban ugye rászoknak a népek, hogy csak úgy kidobják az utcára, és akkor meg van tőle szabadulva. New York meg ilyen megapoliszokban ott ugye, szóval ott már a helyzet olyan, hogy kénytelenek erre is. De szóval megvan az oka, hogy miért a hím állatokat áldozhatják föl. Azért, mert valószínűleg ezek a barmok még nem jöttek rá arra, hogy hát szóval kezelni lehet a helyzetet, és a hím állatokat is meg lehet enni. Csak hát, ilyet, ki kell erjen. Nekem se tetszik, de hát a vágóit se tetszik, azért nem dolgozok ott. Sajnos a hús az nem fán nő. Bár most már elég jó húspotlókat csinálnak. Meglátjuk, hogy mennyire éri megcsinálni őket. Meg ugye termőterület is függ. Tehát például eldönthetem én, hogy húspotlók fogok csinálni, de hol? Meg ugye vetésforgó, meg mit tudom én, mindenféle egyéb vonzata is van ennek, meg genetikai diverzitás, fajok fenntartása, mert ugye van olyan, amit az állat megeszik, de az ember meg nem, tehát azt se lehet megcsinálni, hogy ott a mezőn például kihajtom a szarvasmarát, és akkor azon termelek húst, vagy más állatot. De a mezőhelyét nem vethetem be például búzával, bele fogsz dögleni, tehát az biodiverzitásilag bele fogsz dögleni. Tehát akkor nem fognak tudni enni a méhek, mézet csinálni, nem lesz ott a rovarok, amik kordában tartják egymást, meg a növények betegségeit, meg minden szart. Na szóval. És akkor ne jöjjön meg a túlkot az Úr előtt, az Áron fiai pedig a papok vigyék fel a vért, és intsék a vért körös körül az oltárra, amely a gyülekezet sátorának nyílásánál van, aztán vonja le az égő áldozat bőrét, azt pedig vagdalja a tagjaira, és az Áron papjai gerjesszenek tüzet az oltáron, és rakjanak fát a tűzre, aztán rakják az Áron fiai a papokat, a tagokat,
fejet a kövérjét a fára, ami az oltáron lévő tűzön van, a belét pedig és a lábszerét mossák meg vízben, és füstöltesse el a pap az egészet az oltáron, egészen égő áldozatul. Ez a tűzáldozatot kedves illatú az Úrnak. Ezt most annyit kérdezzék meg, hogy ha én elviszek egy marhát, juhort, ami tetszik, egy templomba, bemegyek a sarki templomba, vagy mit tudom én. És én azt mondom, hogy én már pedig be akarok mutatni egy teljesen égő áldozatot. Mert olyan, mert az tetszik, a tetszeni fog az Úrnak. Tehát ez megértem. Jó, rendben. A teológiai szerint akkor ez most nem kötelező, hogy mit tudom én, Jézus eltörölte. Egyébként vegyük mélyen részre, hogy nincs szó itt eddig, egyetlen szó nem esett Jézusról. Azért, mert nincs benne. Tehát, jó, rendben. Mondjuk, azt mondjuk, hogy valamilyen okból, hogy ez nem kötelező. Itt ugyan, azt mondja, hogy örökkévaló rendtartású, meg mit tudom én, adom néktek ezeket a barnaságokat, de jó. Tehát beviszem a birkát, vagy marhát a templomba. Föl fogja áldozni nekem a pap. Megtarthatja a kijelölt részeket. Föl fogja áldozni nekem. Szerintem nem. De akkor hol a pucsába van a keresztény kultúra? Vagy a rabbi fel fogja áldozni nekem azt a kibaszott állatot? Csinálok én neki kibaszott oltárt? Földből? Vagy tudja faszom, bronzszerszámokkal kifaragom neki az oltárt akár. Van neki nyilván a zsinagógában oltára. Mit fog reagálni, hogyha beviszek neki egy állatot, hogy áldozza fel? Komolyan. Szerezni kéne egy tehenet, és beállítani vele sorba karnikameraként templomokba, hogy áldozzat fel, bazd meg. Egyébként az összes kibaszott marhaság. Van itt ételáldozat, hálóáldozat, bűnért való áldozat. Érted? Elkövetsz valami bűnt. Mit tudom én. Ne... kiverted magadnak, vagy nem verted ki, és ezért spontán magömlésed volt, és ez akkor már bűnös vagy, bazd meg, lakja egy hetet kint a kibaszott városból, mindig senki rá ne közelítse hozzád, mert fertőző vagy, bazd meg. Meg mi van itt még? Még több bűnért való áldozat, meg értekért való áldozat, ki tudja, hogy mi a különbség, nem olvasom el, mert minek fárasztanak vele benneteket. Meg még égő áldozat, meg étel áldozat, meg még bűnért való áldozat, meg további áldozat, na azt majd megnézzük legközelebb. Tehát az összes áldozat úgy működik, hogy beviszed az állatot, azt kinyírják, megnyúzzák, földarabolják, az egyes alkatrészeit azt így meglengetik az oltár fölött, vagy a gyülekezet fölött, a vért azt szétrucsolják az oltárra, meg a gyülekezetre, és aztán elégetik az egészet, aztán egy részét azt elviszi magával a pap meg a családja megenni, a másik részét meg elviszi te megenni a családoddal, esetleg a gyülekezet is besegíthet, és ennyi. Nem kell ezt ragozni, ki tudja hány kibaszott oldalon keresztül. Ez egy kurva egyszerű téma. És úgyse csinálja senki. Se a zsidók, se a keresztények, és valószínűleg a muszlimok sem. Legalábbis, hogyha itt nyugaton vagyunk, és nem valami elmaradott idióta országban, mint Közel-Keleten valami baromság, ahol egymást fejezik le az emberek, mert idióta, meg mert keresztény kultúra, éljen a Biblia, akkor minek nyomtatják ezt ki? Egyébként ezt külön megkérdezném. Jönnek ezek az idióta keresztények, akik most az egyik legújabb trend az elmúlt, nem tudom, 5-8 évben, hogy az Ószövetség a zsidóké, judaistáké, az Új Szövetség vonatkozik egyedül a keresztényekre.
akkor a kérdésem, gyerekem, ha nem érdekel, mi van az Ószövetségben, nem a te vallásod része, mi a faszért nyomtatod ki? És csak megmutatom úgy a különbséget. Ennyi, dobjuk el a szarborítót, ennyi az Új Szövetség. Ennyi az Ószövetség. Látszik a különbség. Az Új Szövetség talán ugye a fele az Ószövetségnek, lehet, hogy a, még annál is kevesebb, lehet valahol a fele a harmada között. Mi a fasznak nyomtatott ki az Ószövetséget, ha azt állított, hogy semmi között hozzá? És mitől Új Szövetség az Új Szövetség, hogyha az Ószövetség le van szarva? Mihez képest úgy?